Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanapot látjátok. Engedjétek meg, hogy egy egészen új dologgal nyissak. Ugye az eddigi koncepció az volt, hogy minden pénteken kaptatok egy munkanaplós részt, és ezen nem is kívánok változtatni, tehát minden pénteken reggel 6 órakor lesz egy rész, amit ugye szeretnék nektek bemutatni. Viszont abban az esetben, hogyha van valami olyan érdekes, hogy olyan sok epizódra való anyag gyűlik úgy össze, mint ugye ezen a héten nekem, hogy ugye több részt is le tudok forgatni, így arra gondoltam, hogy ilyen hülyeségből, teljesen meglepetésként, ilyen random szerűen néha majd fogtok kapni egy részt, így lesz ez most is. Ebben a részben egy Vitogaz 100-as típusú készüléket fogok tisztítani, karbantartani a Viszmantól, és különlegessége lesz ennek a videónak, hogy volt az egyik rész nem is olyan régen, ahol az egyik nézőm, név szerint Red Bíró, aláírt egy kommentet a komment szekcióban, miszerint nem teljesen helyesen csináltam meg a kazának a karbantartását. Kaptam néhány instrukciót, hogy mi az, amit még esetleg szükséges volna megtenni. Most ezt itt látni fogjátok. Tehát gyakorlatilag volt egy apró info, amit nem tudtam. Magyarán mondva az, hogy ennél a atmoszférikus kazánnál a tetejét is ugye ki lehet nyitni, és ugye ott is ki lehet takarítani felülről magát a hőcserélőt, tehát ezt most már bemutatom ebben a videóban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a helyreigazítást. Ez egyrészt jó nekem is, mert így akkor helyesebben is jobban fogom tudni csinálni a dolgokat, másrészt jó lesz remélem nektek is, mert akkor ti pedig látjátok, hogy hogyan kell még jobban megcsinálni ezeket a karbantartásokat. Nos, nem is nagyon szabadítanám tovább a szót, jöjjön a Vitogaz 100-as atmoszférikus gázkazán, indulhat a munkanap. Íme ismét egy Viszmann Vitogaz 100-as típusú atmoszférikus gázkazán, aminek a burkolatát már le is kaptam. Ugye teljesen normális égőfejsor, a gázszelep, illetve mondta, elektródák és a többi és a többi, tehát némi elektronika helyet foglal még ebbe a gyönyörűségbe. És akkor most ezt a készüléket kell rendbe tenni, ahogy elnézem, ez egyébként viszonylag szép állapotban van, tehát így remélhetőleg túl sok probléma nem lesz vele. Hát akkor essünk is neki. Először is, ugyebár a gáz főcsapot fogom elzárni, amit valahol itt hátul kellene megtalálni, és jól el is van dugva, de megvan, úgy. És miután ezzel most így meg is voltam, akkor leszettem a hollandert, és magát ezt az egész égőfejet is kibonthatom. Az égőfejet egyébként azt mondja, hogy ott kettő, meg ezen az oldalon szintén kettő darab csavar fog tartani, amit egy 13-as villáskulcssal fogok tudni kioldani. Természetesen kiszedve az égőfej, meg is lehet nézni, milyen gyönyörűséges állapotban van, mert azért erre rá fog férni egy kellemes pucolás, és hát ugye ugyanez van bent is, itt ezen a részen, tehát itt is azért kell majd takarítani jócskán ezt a készüléket. Be kell valljam őszintén, hogy ha már ilyen szépen kibeleztük alulról, akkor az egyik kedves feliratkozóm ugye felhívta a figyelmemet rá, hogy ennél a készüléknél a tetejét is ki kell bontani, tehát ezen a ponton szeretném megemelni a kalapom Dread Bíró nevezetű feliratkozómnak, és azért is emelem ki név szerint, mert tényleg köszönöm szépen az információt. Ugye az a helyzet, hogy ez a típusú készülékkel olyan sűrűn nem találkozok, általában kondenzációs készülékek, illetve legtöbbször olajkazánok vannak. Ezt a fajtát annyira nem szeretik. Mondjuk minden 100 kazánból durván 4, amikor szembe jön. És az a helyzet, hogy ezt az infót én nem is tudtam, hogy ennek a tetején keresztül is van egy bejárat, szóval akkor szedjük szét a kazán tetejét is. Na szóval itt vagyunk a kazán felső részénél, és ugye ezt az elemet itt szépen leszedjük, és van itt egy ilyen gyönyörű kis ilyen üveggyapott szerűség, amit itt fel tudunk hajtani, úgy, és nézzétek csak milyen különleges titkos részre bukkantunk,
Akkor itt van egy jó halom csavar, ezt most kiadom, és akkor utána ez az elem is fel fog szépen jönni innen. Csavarokat kiszedtem mind a 10-et, és akkor ezt a kis tepsit innen levesszük, és akkor most már beláthatunk az égéstérbe felülről is. Gyönyörű. És a leggyönyörűbb az, hogy mivel én ezt nem tudtam, eddig ezt az oldalt még nem tisztítottam soha. Tehát gyakorlatilag még egyszer mea culpa, nem akarok hülyeségeket mondani, és nagyon szépen köszönöm, hogy ki lettem javítva, mert ezzel az információval most nem csak én lettem több, hanem remélhetőleg ti is kaptatok egy kis extra, még extra információkat. Úgy látom, hogy vannak még ilyen lángterülők is benne. Jó, hát ilyen az, amikor az ember új dolgokkal ismerkedik. Egy gyors anyagismeret, illetve szerszámismereti kitérő, hogyha a Junkers-től a 7719002502-es terméket megrendeltek, akkor kaptok 10 ilyen kefét, ami tökéletes különböző hőcsérőknek a tisztításához. Szóval ezek is szerszámismeret után ugye megmutatom azt, hogy milyen szépen ki lett itt porszívózva az alsó rész, és azért vagyok erre kíváncsi, most illetve azért porszívóztam ki, hogy utána meg tudjam mutatni, hogy ezzel a kefével mennyi extra hulladékot, szemetet tudok még ugye a hőcsérőből kiszedegetni, szóval láttátok, hogy milyen tiszta volt, és akkor megnézzük, hogy egy alapos kefélés után mi hullik ki a hőcseréléből még. És egy jó alapos kefélés után most már a lángterelő lemezeket is visszahelyeztem, és akkor nézzük meg, hogy mi hullott ki alul. Tehát, hogy csak ennyi szemetet sikerült még ezek után kiszedni. Tehát innentől kezdve nem tudom elégszer megköszönni az információt, hogy ezt innen fentől is meg kell csinálni. Most már tényleg azt lehet mondani, hogy teljesen tiszta lesz, hogyha ezt innen kiszedem. És ez a hülye barom, akit csak egyszerűen tulajnak hívnak, fogta és kisöpörte a pincét, és nézzetek meg, milyen kibaszott por lett. Faszomat. Mindegy, közben visszaszereltem ugye az alját, és ugye a hollander is meg lett szépen húzva, a kábelek visszakötözgetve, és akkor most már csak a teteje van hátra. Akkor fogjuk ezt a tepsit, szépen ide lehelyezzük, aztán a lyukakat pászítva visszahelyezzük ezt a 10 csavart. A 10 csavar a helyén, és akkor most már csak ezt a kis vackot kell szépen a helyre illeszteni, majd visszatenni a tetejét. És akkor a kazán szépen felöltöztetve, gyönyörűen üzemel minden. 43 fokos közelhőmérsékletnél jár most, és tulajdonképpen ennyi lett volna a karbantartás. Köszönöm, hogy megnéztétek! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett az epizód is, amennyiben igen, úgy dobjatok egy lájkot és kommentáljátok odalent minden érzéseteket, gondolatokat, mert higgyétek el, hogy nekem is fontos, illetve ha valami olyan dolog van, amit fontosnak tartotok, hogy más szerelők vagy érdeklődők tudjanak, azt meg szerintem jó odalent olvasni. És akkor most, hogyha már itt így egymás közt vagyunk, szeretnék kérdezni vagy kérni tőletek egy apróságot. Dolgoztam, illetve rengeteg esetben dolgoztam már ugye Boderus típusú ilyen kondenzációs fali gáz kazánnal. Ez egész pontosan egy GB162-50-es típusú fali kazán. Na most az a helyzet, hogy nekem ugye ezeknek a kazánoknak nagyon sok ismertetője, könyve megvan, és ebben a könyvben itt a hátsó oldalon gyakorlatilag nekem megvan az összes hiba kód, illetve az, hogy ez a készülék mit ír ki. Ugye öröm az ürömbe, hogy ez természetesen németül van. Most, hogyha valakinek meg lenne ez a füzet ettől a Boderus típusú kazántól, és természetesen magyarul, és megtenné nekem, hogy ezeket az oldalakat így lefényképezné nekem, majd elküldené e-mailbe, azt nagyon-nagyon-nagyon megköszönném. Cserébe most itt a videó végére ezeket a hiba táblázatokat, igaz, hogy német nyelven, de lefényképeztem, és ezt most meg fogjátok kapni. Gyakorlatilag minden egyes képet egy ilyen 2 másodpercre fogok bevágni. Hogyha szeretnétek jobban megismerni, akkor ugye a pauze
gombbal ezt így meg lehet állítani, illetve hát gyakorlatilag a Control Print Screen vagy Alt Print Screen gombbal ki is lehet fényképezni magából a videóból, tehát hogy akinek kell, az akkor most ezt így megkapja tőlem, szeretettel fogadjátok. Nos, köszöntöm a figyelmet, örülök, hogy velem voltatok, örülök, hogy a munkanaplót nézitek, és találkozunk legközelebb, pénteken biztos, de ki tudja, hogy addig nem lesz még valami, amit szeretnék nektek bemutatni, addig is. Sziasztok! Raindrops dripping, drop top, hot top, smoking on cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.